course, ain't we pretty? See us on the walls in the big bright city. Don't you wanna be like us? Egy sikeres 21. századi nő vagyok. Több ezer órányi felkészülésem és edzésem van e mögött a videó mögött. A televíziózás újabb, leveszem, hogy szemtől szembe nézzünk. A televíziózás újabb és újabb csúcsokat hódít meg. A feleségek luxus kivitelben a Viaszat legújabb műsora, az amerikai Real Housewives sorozat magyar verziója, azokról a sikeresen házasodott nőkről, akiket a Kardashian iskolában képeztek ki. Hiszen nincs is annál szórakoztatóbb, mint operabára kiöltözött nőket nézni, ahogy aperol spriccel a kezükben kaparják ki egymás szemét. A műsor egy tökéletes, követendő példát állít a fiatal lányok elé párválasztásról és karrierdöntésekről. Rengetegszer kaptam 2 millió forintos táskát is. A műsorban megismerhetjük az új gazdagsznobok felszínes, aranybevonatú buborékvilágát, a partikat, a táskákat, a gyengém, a cipők és a táskák, az elköltött milliókat. Hát elköltöttem azért egy 20-30 ezer eurót mondjuk. A szolgákat. Azért, mert személyzetnek hívjuk, ugyanúgy szolgák. És a becsiskított férfiakat. Elmész létszős a ruhámért? Otthon van. 1 percet van rá, hogy elinduljak, úgyhogy szia, goodbye. A luxusnál pedig csak a kamu luxus a jobb. Úgyhogy nézzük is meg, hogy kiket kell utálni. Számomra az egész világ egy színpad, ahol én vagyok a főszereplő. 21. századi nő vagyok. Szexi, gazdag és okos. Gyilkos kombó. Amikor kigyúlnak a fények, az azt jelenti, hogy eljött az én időm. Állj félre, ribanc, vagy elharapom a torkod. Tudom, hogy mit akarok, és mindig meg is szerzem. Nekem senki sem elég jó. A tenyereden hordoznál? Állj be a sorba! Állj be a sorba! Állj be a sorba! Állj be a sorba! De mielőtt elkezdődne a küzdelem, ismerkedjünk meg a játékosokkal. Téged hogy hívnak? Köle Babett vagyok, 38 éves színésznő. Maximalista vagyok, és általában ezerrel pörgök és nevetek. Nagyon sok embernek ez nem tetszik, de én azt gondolom, hogy ez a vonzerőm is egybe. Szóval akinek nem tetszik, annak arra van az ajtó. Hol? Bocs, de az én ajtóm ott van hátul. Az az ajtó pedig a luxus hálószobámba vezet, ahol a komornyikon már adja is rám a mazerát és pizsamámat. Masni egy pomerániai törpespisz, 8 hónapos, 2 és 3 ezer euró között van az ő ára. Biztos, hogy lehet egyébként olcsóbban is kapni, de senkinek nem tanácsolom. Halló, leszeretném mondani a pomerániai spitz rendelésemet, igen. Időközben kaptam egy jobb ajánlatot, ez túl olcsó volt. Csillár, tapéta és festmény nélkül nincsen WC. Nem egészen ilyen pasit képzeltem el, amikor gyerekként álmodoztam egy esküvőről és férjről. Régen autóversenyző volt, most pedig ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, jelentsen ez akármit is. Még büszke is rá, hogy ennyire nem érdekli, hogy mivel foglalkozik a személyes malac perseje. Jelentsen ez akármit is. Azt szeretném, hogyha az egész ország pontosan tudná, hogy ki is az a Köllő Babett, és ebben senki nem fog megakadályozni. Rajtam nem múlik, hogy megismerjenek az emberek. Ő Köllő Babett. Kérlek, ismerjétek meg Köllő Babettet. Iratkozzatok fel Köllő Babettre. Köllő Babett, Köllő Babett, Köllő Babett. Itt van például az Apám beájulna című film főszereplője, Csőz Boglárka, aki eldicsekszik produceri képességeivel. Produceri képességeivel. Most van egy új dolog az életemben, kipróbáltam magam, mint producer, és elkészült már 2 darab filmem. Melyeket úgy látszik, még a török férje se nézett meg, pedig csak 15, illetve 30 percesek. És még 5 darab értékelése jött össze rájuk IMDb-n. Mindig jó, ha van egy gazdag férje, aki finanszírozza a hobbidat, hogy producernek mondhass magad. Burák valójában egy kivitelező, építkezésekkel foglalkozik, és állami megrendeléseket csinál, ilyen mega-mega projektek. Nem tudom, mit csinál, de így tökre nagy dolgokat csinál, ilyen megába tolja a dolgokat, ilyen mega projekteket csinál, szóval biztos tök nagy, és biztos, hogy tök sok pénzt keres vele. Nekem az a lényeg. Ilyen mega-mega projektek. Egy cipőmániás vagyok, állandóan cipőket vásárolok. Hát elköltöttem azért egy 20-30 ezer eurót mondjuk. Tök jó, abból pont vehetsz 10-20 pomerániai törpespriccet. 20-30 ezer eurót mondjuk. Miért nem azzal dicsekszik inkább, hogy megkeresett 20 ezer eurót? Akkor azt mondanám, hogy le a kalapfát. Vasári Vivien vagyok, 26 éves. Imádom a gyönyörű drága cipőket, táskákat. Na hát, ezt nem is gondoltam volna. Várj. Te is szoktál sokat költeni? A legdrágább dolog, amit magamnak vettem, az egy 900 ezeres táska volt. Rengeteg
aztán kaptam 2 millió forintos táskát is. Cserélek egy nadrágot. Rengetegszer kaptam 2 millió forintos táskát is. Én hülye Liba, rögtön eldobom magam, amikor ennyi zsozsóról van szó. Előfordul. Fecsói építészmérnök, társasházépítésekkel foglalkozik, emellett van egy tűzvédelmi és munkavédelmi cége is. Bármit is jelentsen ez. És mindent elkövet azért, hogy nekem tudja nyújtani azt, amire vágyok. Azt a rengeteg 2 milliós táskát. Ó, hát a Gucci az én szerelmem. Is. Nem lehetne mondjuk olyat csinálni, hogy az összes ilyen nőt bezárjuk egy Gucci boltba, és utána beolvasztjuk a kulcsot. Időnként persze beadunk nekik kaját, meg táskákat, meg mindent, amit szeretnének, csak ne jöjjenek ki. És innen megyünk haza? Kicsit megyünk, romantikázunk haza, még most? És akkor onnan átugrunk, akkor egy barátomékhoz. Mi van? Most de én nem akarok. Elegem volt, és kész, nem megyek, hagyjál. Utaztatsz, nem ettél, legalább elvihettél volna enni. Legszívesebben a fecsót kitettem volna a kocsiból, és ott hagytam volna az út szélén. Ha életben akarunk maradni, akkor mit teszünk? Viktor? Nem házasodunk. Úgy is van. Közös barátok, közös program. Romantikázni kettesben. Romantikázni kettesben, csak én. És a táskám. Ahol élünk a lakás, az egy nagyon pici lakás. Igazából régen mi egy hatalmas házban éltünk. Itt azért lehetett érezni a belülről feltörő szégyenérzetet, ahogy kimondta, hogy egy pici lakásban él, és nem egy 8000 hektáros telken. Az egy nagyon pici lakás. Hát az ilyen bújjon el szégyenében. Mi nagyon nagy luxusban éltünk. Jó, akkor majd szólunk, hogyha 20 évvel ezelőtt forgattuk ezt a sorozatot. Van valaki más helyette, aki ma is luxusban él? A legkisebb lányom Liza, egy igazi sztár. Van egy zenei alkalmazás, aminek úgy gondolom, hogy Magyarországon ő az egyik sztárja. Sejtem már, ki lehet a kedvenc. A többiek hárman ma nem kapnak vacsorát. Majd, ha nektek is sok követőtök lesz musicalin, újra tárgyaljuk az étkezést. Utána jönnek az utcán, megismerik, autogramot kérnek tőle, selfit szeretnének. Hű, ez igen. Ekkor agyunk lezsibadását félbeszakítja minden aranyású létezésének egyetlen célja. A puccos parti! Na, akkor ígyunk arra, jó, hogy újra együtt a csapat. Így van. Ígyunk arra, hogy 30 másodperc múlva elkezdjük egymást fúrni a másik háta mögött. Csirió, drágáim! De már mi ez a red carpet? Meglepett. Én nem megyek be így. Figyelj, nézd meg, hogy vagyok felöltözve. Strandruhába, farmer ruhába. Hát mi ez a búbánatos, bitangpusztulatos, vörös szőnyeges hely? Hát én ide be nem teszem a lábam. Én rá nem lépek egy vörös szőnyegre. Pej! Pej! Most mi ez a buli már, hallod? Ám ismét kimaxolódik a dráma, és a kamu barátnők eljegyzési ajándéka. Nem kell túl jó benyomást Vivienben. Úristen, ez micsoda. Undorító ruhát kaptam. Én ezt nem fogom fel, ez biztos. És úgy gondolom, hogy ez direkt volt. Elmész létszős a ruhámért? Otthon van. Egy percet van rá, hogy elinduljak. Úgyhogy szia, goodbye. És is. Ott az ajtó. Arra van az ajtó. És menj el, jó? Szia. Igenis, drágám. Ígérem, kivasolom a kis kosztümődet is, amit holnap felveszel a fogadáson. Ja, és megetetem a pomerániai törpespiccet is. Ja, és végig mosolyogni fogok. Goodbye! Még el sem vetted! Igen! Még el sem vetted, de már beszoptad! Nézd már, vannak férfiak is a műsorban. De ahogy látom, ezek a harcos amazonok a szűk belső körben nem engedték be őket, és csak a hátsó sorból figyelhetik az eseményeket. Megaláztuk az egyetlen férfit is, aki a társaságunkba merészkedett. Most már csak azt nem tudom, hogy ki fogja fizetni a piaszámlánkat. Fecó! Végezetül Fecó meghozza a forgatásra előre bekészített ruhát, Vivika átöltözhet, és mindenki boldog. Vagy mégsem. A Babett mindent megtett, hogy ő a középpontban legyen. El akarta tőlem lopni a sót, de ő sose lesz olyan, mint én. Krishna. Right? Fabulous. Going with the wind, fabulous. Okay? Nem házasodunk. Lányok, tanuljátok meg. Bármi lehet belőletek, hiszen nincs lehetetlen az életben. Csak túl csóró férj. Na megyek, megvalósítok egy megaprojektet, aztán kifizetem a pomerániai törpespiccem melműtétjét. Goodbye!
Fenn az út Barbie Pant.